Amikor sérült gyermek születik egy családban, vagy egy épp gyermeknek károsodik az egészsége, az egész család élete megváltozik. Az utóbbinál nem csak az elszenvedőnek nehéz feldolgozni a történteket, hanem a környezetének, a közvetlen családjának is. Erről, valamint a test és a lélek egységéről szólt a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének előadása. Mai napság nagyon sokszor közlekedési baleset következtében tulajdonképpen a fiatal korosztály az érintett, és ismerek is ilyen fiatalokat. Ez nehéz nyilván a családnak is, mert a reményt, az elvárást a fiatallal kapcsolatban azt befolyásolja. És ez nem egyszeri döntés. A szakember szerint ez olyan, mint egy gyász, tehát időt kell hagyni a megélésre, a feldolgozásra és az elfogadásra egyaránt. Egy ilyen trauma után sok minden adhat reményt, például az eddig megélt élet. A korábbi törekvéseket és célokat nem szabad feladni, azokat folytatni kell. Fontos az is, hogy a sérült személy találjon egy jó példát magának. Nekem például nagy élményem volt a munkám során, akkor még főiskolán István, aki most vívó tör és kardvívó, és Tarjányi Istvánról van szó, aki nem volt ilyen mindennapi átlagos diák, mert részt vett a hallgatói munkában is, mindig kiderült a dolgokról a véleménye, és ő is tulajdonképpen fiatal serdülőkorában sérült meg, és olyan nagy elismerést vált ki bennem, és azt gondolom, hogy a környezetében is, hogy a sportolással is mintát ad. A szakember szerint a közszolgálati intézmények és a hivatalos szervek is egyre felkészültebbek a sérült emberekkel való kommunikációt illetően, ezáltal egyre jobban tudják támogatni és segíteni őket.